közel van hozzánk a német nyelvterület, majdnem 100 millió ember lakja. Ott érdekes módon nagyon egyszerűen megvan oldva a megszólítás kérdése. Mondjuk engem a kamasz osztálytársai Herr Baktainak szólítanak. Én meg őket a keresztnevükön. És mindaddig tegezem őket, amíg annyi idősek lesznek, hogy már én is azt mondjam, hogy Herr Schmidbauer. És akkor már Herr. Ők úgy köszönnek, hogy Grüß Gott, vagy Guten Tag, Herr Baktai. Jó napot, adj Isten, Herr Baktai. Hogyha tegeződni támad kedvünk, akkor töltünk valami italt, és vagy a németek, ugye akkor töltenek valami italt, schnapsot, és akkor azt mondják, ha az idősebb, mondjuk ez esetben én a kamasznak, hogy ich bin der Miklós, és akkor ezzel elérem azt, hogy ő tudja, hogy hogyan szólítson engem, és tudja, hogy ezentúl tegeződni fogunk. Ő meg erre azt válaszolja, hogy ich bin der Udo, és akkor én is tudom, hogy hogyan szólítsam. Elfogadta a tegezést, és ennyi. Nálunk a bonyolult, azt hiszem, hogy az oroszoknál, meg az angoloknál is ilyen egyszerű, de most ez, erről kár kitérni. Nálunk meg egy bonyolult rendszer van. Csókolom, bácsi, néni, jó napot, bácsi, néni, szia fiam, szervusz fiam. Szóval, hogy egy nagyon bonyolult rendszer. Miért mondom ezt? Azért, mert nagyon sokszor ez a nevetségesen egyszerű akadályozza meg, hogy kialakítsunk a kortársakhoz egy megfelelő kapcsolatot. Mi több, ez még esetleg vissza is üt a családon belülre, hiszen a gyerek is zavarba jön, hogy ő most hogyan beszéljen rólam a kortársak előtt, ugye, hogy az apám, vagy a Miklós, vagy a Baktai. Nehéz. És ezért én azt javaslom, hogy ti, mint szülők, mint szülőpár, egyezzetek meg valamilyen kódba. Ha elfogadjátok ezt a németektől tanult kódot, akkor legyen ez. Ha más, akkor legyen az. Csak valami legyen. Tehát, hogy segítsetek a kortársnak abban, hogy megszólítson, és hogyan szólítson titeket. Mondjuk mondjátok meg a gyereknek, hogy megyünk hozzánk, és akkor ott lesz apám, őt magázd és szólítsd Miklós bácsinak, vagy ott lesz apám, őt tegezd és szólítsd Mikinek. Amit gondolsz, tök mindegy, csak legyen egy kód, amit a gyerek meg a barátai tudnak követni, és legyen egy olyan kód, amit te meghatározottan tudsz vállalni, és egyezik a szülőtársadéval.